megmutathattam azt, hogy sérülékeny vagyok, ettől valahogy emberibbé váltam a kollégáim szemében is, és így egy teljesen más átrendeződés van. Jön a Covid, de én közben benne vagyok egy kemoterápiás kezelésben, két hetente ben vagyok a kórházban, egy vastagbéldaganat kapcsán, és én ezt felvállaltam, hogy a tengeri beteg a hajós kapitány, és csinálhatom azt, hogy kimegyek a Tatra, megmutatom, hogy arra van az előre, aztán bemegyek és hányok titokban egyet a kabinban, de én ezt nem ezt tettem. A versengés kutatásban az egyik legfontosabb eredmény az, hogy az egyik leghatékonyabb versenystratégia az együttműködés sok esetben. Sziasztok, én Algaui Heszna vagyok, és ez itt a Krízisből erő, az Újranyitás lélektana beszélgetés sorozat, amiben tabuk nélkül szeretnénk beszélgetni arról, hogy hogyan éltük meg az elmúlt másfél év nehézségeit, kihívásait, és vendégeinkkel együtt végig gondolni azt, hogy hogyan tudunk akár erőt is meríteni a tapasztalatokból most itt az újranyitás küszöbén. Sziasztok, Endrei Kis Judit vagyok, a Telenor HR vezetője, szervezetfejlesztő, pszichológus. Az elmúlt hónapokban, hetekig, hónapokig dédelgettük azt a gondolatot Hesznával, hogy elindítunk egy olyan beszélgetés sorozatot, amiben feldolgozzuk a COVID tanulságait, és hitelesen, őszintén szeretnénk a vendégeinkkel beszélgetni arról, hogy milyenek a sebezhetőségeink, a lelki ellenálló képességünk, és hogyan éltük meg emberként a magánéletünkben és a munkánkban egyaránt ezt az időszakot. Ehhez hívtunk most vendégeket, és hiszünk mindannyian itt abban, hogy ezen az időszakon a közösségek ereje fog minket átsegíteni, és a személyes, egyéni önismeretünk fejlesztése. Sok szeretettel köszöntünk titeket ebben a beszélgetésben, és kik a mai meghívott vendégeink. Köszöntelek Tomán Szabina, a Tomán Lifestyle alapítója, tulajdonosa, illetve arról vagy még híres, hogy női vállalkozókat mentorálsz, a High Ventures Her című vállalkozásban. Igen, sziasztok! Köszönöm a meghívást! A másik vendégünk Gazsi Zoltán, és nagyon örülök, hogy mindannyian itt vagytok. Zoltán, kifejezetten örülök HR-vezetőként, hogy találkozhatom veled, és személyesen is beszélgethetünk, mert azt gondolom, hogy a vállalatok számára nagyon ismert a neved, hogy az Iceberg ügyvezetője vagy, és ezen kívül az emberközpontú vállalatvezetési elveidről és vezetői hitvallásodról is sokat-sokat hallunk az elmúlt időszakban, úgyhogy kifejezetten kíváncsi vagyok a gondolataidra itt a COVID kapcsán. Köszönöm a meghívást! És nagyon sok szeretettel köszöntjük Fülöp Mártát is, aki pszichológus, szociálpszichológus, a Kognitív Idegtudomány és Pszichológiai Intézet tudományos tanácsadója, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára, és hát a versengésnek az egyik legelismertebb nemzetközi szakértője. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy miért pont rád és rátok gondoltunk. Hát sokat beszélgettünk itt az előkészítés kapcsán, hogy vajon, hogyha egy különleges szemüvegen át nézünk erre az elmúlt másfél évre, akkor mit látunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudtunk együttműködni, és hogyan versengtünk akár az elmúlt egy-másfél év során, hogy állunk mi magyarok a versengéssel, a szabályok betartásával, a kiskapuk keresésével, és hogy vajon egy vezetőnek milyen szemléletformáló szerepe, ereje lehet mindebben. Úgyhogy azért is nagyon izgalmas lesz majd, amit te is, Judit, megtapasztaltál vezetőként a saját környezetedben. Úgyhogy majd mindenképpen oszd meg ezeket az élményeket is velünk, és hogy neked mi a szemléletmódod ezzel kapcsolatban. Mindenképpen. Illetve jó lenne arról is beszélgetnénk, hogy milyen a bízalom, és a közösségeknek mi a szerepe ebben az időszakban. Hát kezdjük akkor a végéről ezt a beszélgetést, így a tanulságokról. Hogy mit gondoltok, hogy az elmúlt időszakban milyen szerepe volt a szolidaritásnak, volt-e, illetve a bizalomnak a szervezetekben? Ti mit tapasztaltatok? Én azt tapasztaltam, hogy amióta céget vezetek, ez az elmúlt másfél évben átírta, felülírt mindent. A szolidaritás, a bizalom, az együttműködés, mert erről szólt a túlélés. Sok tanulság is lett ebből az egész másfél évből, azért a nőket nagyon megviselte ez az időszak. Ugye anyaként, dolgozó nőként
pedagógusként is helyt kellett állni a hétköznapokban. Úgyhogy a saját tapasztalatomat vittem be a cégbe, és én úgy tapasztaltam, hogy az, hogy látták, hogy én is sérülékeny vagyok, én sem tudok 100%-osan megválaszolni azokat a kérdéseket, amik hirtelen jöttek szembe velem. Én is problémával küzdöttem, akár a tinédzserrel, akár a bölcsis gyermekemmel otthon, így azért nekem kis cégem van, közel 70 emberrel dolgozom együtt, tehát hogy személyesen tudtam velük mind kapcsolatot tartani, mind igényt felmérni, úgyhogy ezek a reakciók, ezek nagyon sokat segítettek, akár nekem is, úgyhogy én elmondtam a saját tapasztalatomat, felmertem vállalni, hogy van helyzet, amire nem tudok megoldást, és ezzel egy kicsi kaput nyitottam, egy kicsi bizalommal férkőztem az én kollégáimhoz, hogy igen, ők is elmerték mondani, hogy akár mondjuk a családban valaki elvesztette az állását. Nálatok, Zoli, hogy volt ez nálatok? Azért nem egy mamutvállalat vagytok, de azért nagyobb létszámmal dolgoztok. Te is tudtál ennyire rezonálni egyéni szinten a dolgozók kihívásaira? Mi ekkora változáson nem éltük meg a Covidot érdekes módon. Azért, mert mi az elmúlt, tehát mi mezőgazdaságban dolgozunk, és a saláták nagyon érzékenyek a időjárás változásra, és az a globális felmelegedés az nagyon bekavart a mi életünkbe az elmúlt különösen 5-6 évben. Tehát mi ehhez vagyunk hozzászokva minden nap, hogy esik az eső, hirtelen fagyok jönnek, nagyon hideg van, nagyon meleg van, tehát ez sokkal több stresszt okoz a szervezetnek, mint az, hogy most még a tetejében rájött egy Covid, tehát nem segített, de igazából mi erre voltunk itt tréning ez az elmúlt években, és a Mártának láttam egy előadását, amiben ez volt a kérdés, hogy az ejtőernyős ugrás, vagy a társas tánc a nagyobb stressz. És akkor arra jöttem rá, hogy igen, a társas tánc, mert az minden alkalommal új helyzetek vannak, és a mi csapatunk erre szelektálódott ki. Tehát mondjuk elhasználtunk például 3 beszerzőt, csúnyán fogalmazva, mire megtaláltuk azokat az embereket, akik tudnak alkalmazkodni, hogy ilyen gyors változások vannak. Az is látszott, hogy az első hullámban volt egy ilyen nagyon erős szolidaritás hullám, nem tudom, hogy ezt ti is érzékeltétek el. Tehát, hogy az volt az, amikor az emberek különböző csoportjaival voltunk borzasztóan szolidárisak, ugyanígy megértem ezt a szervezetben is, hogy ott is érződött, hogy összetartanak az emberek, segítenek egymásnak, mindenki azt kereste, hogy hol tud segíteni, hol tudja megtámogatni a másikat. Utána jött a nyári időszak, a visszarendeződés, és aztán az őszi, téli hullámban valahogy elfáradtunk, és egyre nagyobb lett a bizonytalanság, a félelem, és minthogyha felmorzsolódott volna ez a szolidaritás is így a hónapok során. Például krízisekben vagy háborúkban konkrétan vannak különböző fázisok, ahol teljesen mások a társadalmi dinamikák. Tehát én ugye, amikor még háborús tudósítóként jártam ezeket a különböző terepeket, akkor nyilván tapasztaltam egy csomó mindent, de csak utána kezdtem azzal foglalkozni, hogy egyes szervezetek konkrétan tudományosan foglalkoztak annak a kutatásával, hogy egy krízis során egy közösség milyen fázisokon megy át, és hogy teljesen máshogy reagálnak ugyanazok az emberek, például a becsapódás fázisban, amikor még a düh, a versengés, az én akarom megkapni, és ez nyilván az erőforrások feletti kérdésesség is befolyásol ezt, és mondjuk más a hős fázis, amikor elindul az együttműködés, és mindenki élvezi azt az energiát, hogy most támogatjuk egymást, és együtt mászunk ki a slamasztikából. A fenyegető helyzetben az emberek elkezdhetnek nagyon is fragmentálódni egy csoport, és azt érezni, hogy esetleg lehet, hogy szűkülni fognak az erőforrások, akkor nekem helyezkednem kell, hogy akkor majd én kapjak belőle többet. Ugye egy egzisztenciális fenyegetettség, az nagyon könnyen szétvihet egy csoportot, és hogyha egy csoport szétesik, akkor nem tud megküzdeni hatékonyan. Tehát az, hogy egy másik, most itt a járvány, mint egy fenyegető másik csoport, tegyük fel, tehát azzal, hogy én hatékonyan tudjam felvenni a harcot, ahhoz az kell, hogy a csoporton belül hatékonyan működjenek egymással az emberek, és a maximumot hozzák ki egymásból. Tehát, hogy nagyon nem mindegy, hogy egy vezető hogyan interpretálja, milyen kontextust ad, hogyan konstruálja meg, hogy itt most mi történik, és mi ebben hol vagyunk, és miben vagyunk. A versengés kutatásban az egyik legfontosabb eredmény az, hogy az egyik leghatékonyabb versenystratégia az együttműködés sok esetben. Tehát, hogy ezek nem egymás ellentétei, nem
egymást feltétlenül nélkülöző dolgok, hanem nagyon is arról van szó, hogy néha az együttműködéssel tudunk a legjobban megküzdeni, idézőjel, a versenytársal, vagy az ellenféllel, vagy az ellenséggel. Ugye most a járványt azt inkább ellenségnek nevezném leginkább, ugye nem versenytársnak, hanem ellenségnek. Tudsz arra mondani ilyen konkrét példákat? Akár így, hogy a jövőben mit tanuljunk, hogy hogyan érdemes keretezni mondjuk egy ilyen covidos járvány? Tehát, hogy mi az, ami keretben egyszer csak elindul az együttműködés és az összetartás az emberek között egy közösségben? Ha közösségnek kell, tehát nem egyénről beszélünk, hanem közösségnek kell megküzdenie valamivel, akkor biztos, hogy a csoportidentitásnak az erősítése. Hát ez nyilván minden vezető a saját adott kontextusára tudja azért érzékelni, hogy mivel lehet a csoportidentitást erősíteni, de az nagyon fontos ezekben a helyzetekben. És a másik pedig az, hogy tényleg kihívásként értelmeződjék a helyzet, nem pedig fenyegetésként. Van egy amerikai újságírónő, úgy hívják, hogy Gail Shee, és írt egy könyvet, az Úttalálók, az a címe angolul Pathfinders. És akkor azt mondja, hogy van, aki egy krízis helyzetben ugye feladja, és visszahúzódik, és nem mer küzdeni vele. Van, aki a régi megoldásokkal küzd, tehát csinálja, és megpróbálja ugyanazokat alkalmazni, amik a krízis helyzet előtt voltak, és azt mondja, hogy néha ez egyébként hatásos, tehát a feladásnál sok esetben mondjuk így, hogy kecsegtet eredménnyel, mert mondjuk ez olyan, mondja ő, mint hogyha neki megyünk ugyanannak a falnak százszor, hát lehet, hogy esélyünk van arra, hogy egyszer csak betörik, és át tudunk rajta menni, de azért annak is van esélye, hogy a fejünk sérül meg úgy, hogy aztán vissza kell, hogy húzódjunk, és azt mondja, hogy is vannak az úttalálók, a pathfinderek, akik ebben a helyzetben megtalálják az új megoldásokat, és hogy azt hiszem, hogy erre érdemes biztatni az embereket, hogy mindig van út, és hogy kell arra törekedni, hogy az ember azt megtalálja. És hogy akkor is, hogyha azt érezzük, hogy teljesen be vagyunk szorítva, hogyha csak egy kis lépést teszünk, ott már más a perspektíva. Ez annyira fontos, csak néha pont ezt a kis lépést felejtjük el megtenni, vagy beszorulunk, és nem akarom belét folytani, azt mondom, valami. Annyira rácsatlakozik erre a dolgok. Akkor ez már jól megy. Nem a hibrid megoldás, és én így hívtam, hogy hibrid megoldás, mert évekkel ezelőtt, amikor megalapítottam a cégem, akkor én rettentően masszív oszlopokat raktam le, hogy miként kell, hogy képviselje akár egy konzulens, akár egy új franchise partner az én brandemet, az én termékemet. És ott ki volt kötve, hogy nem szabad se polcra rakni a termékemet, sem online térben nem árusítható, személyes konzultációval egybekötött termékeladás van. Na hát ezt a Covidot teljesen felülírta. Tehát, hogy az, hogy személyes konzultáció, és valaki bejön a boltba, azt ott újra kellett gondolni. Tehát az egyik napról a másikra teljesen új alapelveket kellett leírni és lerakni, úgyhogy az első hét az abból állt, hogy akkor amit én eddig tanítottam 5 évig, és tényleg követeltem, ellenőriztem, azt akkor most felejtsétek el, holnaptól, amikor kinyitunk, elővesszük a Viber, Messenger, Zoom, Skype, minden lehetőséget, ahol online térbe tudunk kommunikálni a vendégekkel. Ez egy elég nagy lépés volt. Tehát nekem nem kicsi lépés volt, nekem egy hatalmas lépést kellett ahhoz képest tennem, ahogy a komfortzónám, illetve az eddigi működő rendszeremet tovább tudjam vinni. Nálunk a változás az volt, hogy szerencsére nem a Covid, hanem pont a Covid előtt egy évvel változtattuk a kommunikációs rendszerünkön. Tehát korábban az volt, egy gyárat képzeljetek el, hogy üzemet, van 80% fizikai dolgozó, nincs mondjuk e-mail címük, ez általában jellemző Magyarországon. És ugye, hogy mi történik, havonta tartottam, hogy 2 havonta egy dolgozói tájékoztatót, ott van a csapat egy része, de hát egy másik rész az éppen esti műszakban jön, másik műszakban beteg, pihenőnapja van, stb. Ezt én nagyon szépen kitettem a falra, a fali újságra, előre megcsináltam a tájékoztatót, aztán volt, aki elolvasta, volt, aki nem olvasta, de én meg voltam nyugodva, hogy hát minden rendben van, én minden tud mindenki.
És aztán erre rájöttünk, hogy ez nem jól működik, Viber, kaptak a dolgozók egy Viber rendszert, egy chatbot, és minden dolgozónak csipog a telefonján az üzenet. Uh-huh. És minden nap elkezdtem üzeneteket adni a dolgozóknak, de úgyhogy ne legyen túl sok, se túl kevés, ami őket érdekli, és nagyon fontos, a kommunikáció központjába a dolgozónak kell lenni. És azt, hogy a közösséget hogy lehet összetartani, ugye ebben nagyon bizonytalan világban én azt határoztam el, hogy mi leszünk a biztos pont nekik. Tehát, hogy mi ránk mindig számíthatnak, és ez a biztos pont, ez egy nagyon erős dologgá vált, hogy ha rengetegféle információ volt a vírusok, az oltásokról, igyekeztük, amennyire tudtuk ezt értelmezni, vagy ha nem tudtuk, akkor arról is beszéltünk, hogy ezt most nem lehet pontosan tudni. De lényeg az, hogy minden nap kaptak, volt egy másfél milliárdos építkezés, miközben ment, mondjuk jött a Covid, jöttek a kamionok, a daru hol jön be, hol lehet bemenni, és minden nap a dolgozó kapott egy tájékoztatást arról, hogy figyeljetek, holnap lezárjuk ezt a kaput, a másik kapun gyertek be, most a maszkot itt is viselni kell, ahol eddig nem kellett, a sofőr nem mehet be a WC-be, rendelünk kettő mobil WC-t, tehát hogy kb. Ilyen típusú információk, de hogy ne egymástól tudják meg pletykák útja, hogy állítólag van valami. És az, hogy nem ilyen többszintes kommunikáció, hanem mindenki egyszerre megkapja ugyanazt, ez egy nagyon hatékony eszköznek bizonyult, és akkor visszafele, hogyha bármilyen kérdés van, akkor el tudták, ők is tudtak üzeneteket küldeni visszafele, vagy egymásnak. Tehát szerintem ez volt egy nagyon lényeges változás a mi életünkben, hogy nem csak a menedzsment, meg a vezetők, hanem minden egyes dolgozói szintig ugyanazt az információt egyszerre kiküldtük. Az jutott még eszembe, hogy mind a ketten arról beszéltek, hogy biztonságot keretet, sőt mind a hárman, hogy biztonságot keretet teremt a vezető ebben a nagyon bizonytalan környezetben. Így átalakultak a vezetői szerepeitek? Más funkciója lett a szerepeteknek így a Covid alatt, mint egyébként korábban volt, és ez hogyan fog visszarendeződni, vagy visszarendeződik-e most így az újranyitáskor? Talán az enyém egy kicsit emberibb lett. Tehát, hogy van egy kép szerintem az embereknek az én létemről, az irányításomról, arról, hogy az én brandemnek nem csak a névadója, az arca is vagyok, képernyőn szerepeltem, tehát hogy nagyon sokszor visszaköszön az, hogy hú, hát ez elérhetetlen, és ez így megmutatkozott, hogy én is sérülékeny vagyok. Nekem is vannak olyan kérdéseim, aminek ugye nem tudom a válaszát rögtön. És én is nehézkesen oldom meg, hogyha a gyerek nincs iskolába, le kell mondanom egy megbeszélést. Tehát azt gondolom, hogy megmutathattam azt, hogy sérülékeny vagyok, ettől valahogy emberibbé váltam a kollégáim szemében is, és így egy teljesen más átrendeződés van, nyitottabb lett mondjuk az a kolléganőm, akivel csak évente kétszer-háromszor találkoztam, mert hogy sűrűbb lett a kommunikáció. De ez mennyire volt nehéz, mert hogy valahogy rólad, én pont azt gondolom, és amit eddig elmondtál, hogy nagyon szigorú szabályrendszer, és tehát hogy egy nagyon határozott, erős vezető képét sugározod, és hogy vajon ez a sebezhetőség kimutatása, ez mennyire fért volna neked bele egy évvel ezelőtt? Arról, abba a képbe, amit mondjuk magadról szerettél volna mutatni. Tehát, hogy mennyire kellett ezt tudatosan eldönteni, hogy most akkor ezt a lépést meg kell lépnem, és hogy ez a túlélésnek a záloga. Tehát, hogy ez egy döntés következménye volt? Könnyű volt ezt a lépést megtenni? Vagy volt belső vívódás benned ennek kapcsán? Én nagyon sokszor évekig megkaptam azt, hogy nekem nagyon könnyű. És ez így valahogy rám is ragadt, hogy hát neked könnyű, te biztos, hogy megoldod, te biztos, hogy átléped azt a problémát. És igen, volt valahol, hogy nehogy image rombolás legyen az, hogy igen, nekem is nehézkes, mert éppen a kicsi fogzik, a nagynak felvételi vizsgája van, és egyszerűen nem tudok ketté szakadni, és közben pedig 70 kollega várja a válaszomat, bocsánat, késni fogok. Tehát, hogy el kellett ismerni, de ahogy az évek alatt megismertek a kollégáim, valahogy ez egy nagyon pozitívként élték meg ők, hogy hú, hát a Szabina se tudhat mindent, és neki is vannak olyan feladatai, amit tényleg többször és jól át kell gondolnia, hogy megtegye ezt a lépést. Én vezetőket neveltem az elmúlt időszakban. Az összes franchise partneremnek elmondtam, hogy ő ott helyben az én mindenem, mert hogy ő képvisel engem, és hogy erőt próbáltam mutatni, hogy döntéseket kell hozni alkalmazottakkal, hogyan egy vállalkozást hogy kell vezetni, tehát hogy kicsit mentoráltam is őket. És ebben a helyzetben, amikor ők féltették a helyzetüket, pozíciójukat, akár velem szemben is, hogy lehet, hogy akkor én felbontom a szerződést, akkor elmondtam, hogy nem, van egy védelem, ami hogyha hozzám csatlakozol, az akkor 100%-os, tehát bármi történik, az első ilyen tolvonással elhúztam mindenféle anyagi kötelezettségeket a forgalmazóim felől, mert hogy
nem akartam, hogy marketingdíjat fizessenek akkor, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz holnap után. Nem akartam, hogy olyan költségekkel számoljanak, ami eddig teljesen normális volt, hisz normális volt az élet. Úgyhogy én nagyon sok mindent biztosítékul is adtam ahhoz képest, hogy én sérülékenynek mutattam magam, és ez egy emberi oldalamat vette. És a mai napig is azt látom, hogy kicsit lazább lett a kommunikáció. De volt benned félelem? Volt, persze, hogy volt. Persze, hát azt sem szerettem volna, hogy azt gondolják, hogy egy olyan vezető mögé álltak, aki nem fogja tudni a választ. Tehát, hogy így ültem otthon, és hú, hát akkor ezt most hogy képviseljem, hogy ne az legyen, hogyha tényleg jön egy probléma, akkor én ezzel nem fogok tudni szembenézni. Tehát, hogy ez egy nagy dilemma volt, sőt, hosszú éjszakáim mentek végig. Nagyon sok könyvet olvastam, olyan kócsokat hallgattam végig, akikben bízom és felnézek rájuk, és akkor úgy valahogy az arany középutat azért sikerült megtalálnom, úgy érzem. Nálad nem hiszem, hogy ez kérdés volt, hiszen azt hiszem, hogyha valakit így elsőre lehetne mondani a magyar cégvezetők közül, aki a sebezhetőségét abszolút nem fél felmutatni, kitenni az asztalra, sőt, ezt eszközként is nagyon jól tudja használni, akkor szerintem ez te vagy, Zoli. Hogy te ezt hogy érted meg? Te tudtál-e másfajta kontextust teremteni magadnak és a kollégáidnak rögtön? Most Szabina mondta, hogy erőt mutatott, én nem voltam ilyen, de én azt gondolom, az fontos különbség, hogy én idősebb is vagyok. Tehát, hogy azt, hogy te milyen leszel majd 50, nem tudom, 56 évesen, azt szerintem ez korral is jár, hogy másképp állok, vagy álltam az elmúlt években is a dolgozókhoz. Én mindig nagyon emberséges akartam menni, és egyszer hallottam egy ilyen mondatot, hogy szeretetteljes határozottság, és azt nagyon megtetszett nekem, ez én vagyok, tehát az nem azt jelenti, hogy engem könnyű kihasználni, mert hülye nem vagyok, viszont nagy bizalmat adok, és arra jöttem rá, hogy a bizalommal, ha időnként visszaélnek, már pedig mindig visszaél valaki az adott bizalommal, akkor nincs közösségi büntetés, hanem csak akkor az, hogy azt kell büntetni, aki éppen visszaél, de hogy sokkal több előny származik nekem is, meg a cégnek is abból, hogy bizalmat szavazunk, és azokat kezeljük, azokat a helyzeteket, akik ezzel a bizalommal visszaéltek. És hát ugye most csak azért mondom ezt, mert tényleg fontos, hogy elképzelni ezt a kontextust, hogy jön a Covid, de én közben benne vagyok egy kemoterápiás kezelésben, két hetente benne vagyok a kórházban, egy vastagbél daganat kapcsán, és én ezt felvállaltam, hogy a tengeri beteg a hajós kapitány, és csinálhatom azt, hogy kimegyek a Tatra, megmutatom, hogy arra van az előre, aztán bemegyek és hányok titokban egyet a kabinban, de én ezt nem ezt tettem, hanem azt mondtam, hogy figyelj, lehet, hogy most nem tudom jól, hogy merre van az előre. Mert ebben a helyzetben óvatatlan nekem ezzel is kell foglalkozni, hogy kezeljem ezt a aktuális problémát. És azt kell mondjam, hogy még sokat segített is. Tehát, hogy ez a hihetetlen az egész, vagy bevállaltam ezt azt, hogy mindenki lehet beteg, és én ezt a szemlélet is képviseltem, hogy úgy tekintsük egymás, hogy menedzsmentben vagyunk, nem tudom, 8-an, valakinek mindig van valami baja, a krízise, életközépi válsága, szerintem ez teljesen normális. És hogy mondhatjuk azt, hogy az egyenes az így megy felfel előre, de közben a saját életutunkat megnézzük, mindenkinek vannak benne ilyen huppanók. És hogy a közösség megtartja azt, amikor éppen neked van huppanód, akkor összezárunk és neked segítünk, és most akkor maradjál nyugodtan ott, mert válsz, költözöl, gyermeket születik, meghalt a nagymama, tehát bármilyen példa. De hogyha ezeket a sebeinket ugye felvállaljuk és segítjük egymást, akkor ez az igazi erős közösség. És szerintem egy ilyen közösséget a Covid nem tud megbontani. Tehát én meg vagyok erről győződve, az, hogy én mondjuk benn vagyok a kórházba fekszem, közben telefonálok, mert telefonkonferenciát csöpök belém a kemó, és közben valaki elkezd mondjuk a menedzsmentben a másikkal szórakozni, hogy nem akarja átadni az információt, meg ezek az emberi játszmákat. Tehát eszükbe se jutott ilyet csinálni. Egyébként se, de ez még inkább ki lesz, hogy van nekünk elég bajunk, itt az építkezés, a Covid, az Zoli benn van a kórházba, és hihetetlen összetartó csapat volt, tényleg, tehát nagyon büszke vagyok rájuk, és most nem reklámnak mondom, hanem hogy, de ez nem úgy van, hogy a Covid tette őket ilyennél, hanem ez egy hosszú munka, rengeteg coaching szemletű kezelés, csapatépítés, és nem fölmegyünk a hegyre disznót vágni és berúgunk, hanem tényleg csapatépítés, hogy megismerjük egymás nehézségeit, ki hogy tud a másik rákapcsolódni, ki mitől fél, és ezt közösen beszéljük át, és ez alakít ki közösséget, ami aztán kibír mindent. Azért azt is gondolom, hogy a sebezhetőségedet sem most kezdted el megmutatni, hanem én ilyen vagyok valahogy, nem tudom, és ez nem is vagyok rá büszke, mert szerintem aki nem ilyen, az ugyanúgy lehet arra büszke, hogy nem ilyen. Tehát ez egy tulajdonság, én ezt nem tudom, örököltem. Én szerintem mindig is ilyen voltam, hogy ilyen, nem tudom, közösségi ember, szerettem elmondani a bajaimat, de kíváncsi is voltam mások bajára is.
És valahogy ez alakított ki egy más szemléletet, hogy nem kell eldugni egymásról a dolgainkat. Ha nem akarod megosztani, az is jó, de például, ha valakinek mondjuk meghalt, most konkrét példát mondom, neked meghalt az édesanyja, és ő nem akar beszélni róla, és mindenki kíváncsi, hogy mi lehet a nem tudom kinek az anyukájával, az nem jó. Tehát én arra bíztattam őket, hogy akkor azt mondd el, hogy van egy nehéz helyzet, és most nem szeretnél róla beszélni. És akkor ez teljesen tiszta kommunikáció. De ne kelljen a dolgozóknak, én például két hetente küldtem magamról információt a dolgozóknak. Nem azért, hogy én milyen fontos ember vagyok, tehát én mondtam, hogy a te betegséged ugyanilyen fontos, mint az enyém, csak hogy ne azzal töltsék az idejüket, hogy mi van velem. Igen. Én mindig két hetente kiküldtem, vagy három hetente az információt, sziasztok, most túl vagyok, de lesz még három kezelés, júniusban nem tudom, ez lesz, akkor lesz egy CT, és majd akkor meglátjuk, hogyan tovább. És akkor nem kell egymással a kávézóba, hogy ne hallottál valamit a Zoliról. Erről tudod, mi jut eszembe? A szűkösség elve, ami egy annyira izgalmas elmélet, ami így arról szól, hogy amikor valamiből hiányt szenvedünk, akkor elkezdünk pörögni azon, hogy azt a hiányt valahogy pótoljuk, és igazából a teljesítményüket romboljuk, mert hogy a sávszélességünk szűkül, amikor egy dologra koncentrálunk, és semmi másra nem jut annyi energia. És hogy gyakorlatilag ilyenkor tényleg romlik minden szinten az ember kognitív teljesítménye. És most szerintem a Covid alatt például a megbízható információ hiánya pont egy ilyen volt, amiből szűkösség volt nagyon sok helyen, ahol nem volt transzparens a kommunikáció. És az emberek, ahogy mondtad, akkor elkezdenek pletykálni, és arra koncentrálnak, hogy hogyan tudnának valós információt szerezni. Az volt az érdekes ebben a covidos időszakban, hogy pletykálni se nagyon lehetett. Tehát, hogy online... Hogy pletykálok? Tehát az a fajta, amit ilyen folyosó híradónak hívunk, ami cégünk egyébként ebben nagyon jó, nagyon erősek az informális hálózatok, nem teljesen pozitív értelemben, nagyon erősek az informális hálózatok. Elég leülni a büfébe, elmondani egy történetet, és az abban a pillanatban a legvégső szegletébe is a vállalatnak az emberek tudják. Ezt szerintem lehet jól használni, ezt szerintem egy nagyon-nagyon fontos tulajdonsága egy szervezetnek, de hogy még pletykálni sem lehetett. És innentől kezdve a vezetőknek ez a fajta kommunikátori szerepe, meg stabilitás alkotó szerepe elképesztően megnőtt, hiszen kénytelen volt mindenki kommunikálni és megosztani sok mindent, amit egyébként korábban ha tette, ha nem tette, most muszáj volt. Szerintem pletykáltak ugyanúgy egyébként, csak az online konferenci alatt elsődött képernyővel, SMS-en látom, olyan hülyén néz ki a csávon. Tényleg. Igen. Biztos, hogy pizsama van alul rajta, fölülvettek az inget. Átalakult, igen. Tehát, hogy mondom, átalakult a pletykálásnak a módja. Igen. De egyébként az is egy nagyon érdekes dolog, hogy mindezek kontextusában aztán ott van egy vezető, akinek egy olyan helyzettel kell megküzdenie, amivel kapcsolatban lehet, hogy neki magának sincsenek megbízható információi, úgy kell döntéseket hozni, és ilyenkor nagyon fontos az, hogy egy vezető hogy mer kilépni a megszokott keretekből. És emlékszem, Judit, amikor mesélted, hogy nálatok például milyen nehéz volt az a pillanat, amikor el kellett dönteni, hogy most akkor online munkavégzésbe mentek, vagy maradtok, és hogy ilyenkor nagyon sok múlik azon, hogy egyébként milyen a személyisége annak a vezetőnek. Neked voltak ilyen álmatlan éjszakáid egyébként ezzel kapcsolatban? Hát szerintem rengeteg álmatlan éjszakánk volt az elmúlt egy évben vezetőként, nem? Hát például. Igen. De hogy amit mondasz, Hesz, hogy egyrésztől a bezárásnál az egy nagyon érdekes pszichológiai pillanat volt, amikor el kellett dönteni, hogy meddig járunk be az irodába. És azt láttam, hogy végig ez alatt az egy év alatt egyébként a lázadó típusú vezetőnek, vagy aki mer előrelépni, mer valami nem konformat csinálni, annak valahogy felértékelődött a szerep, és egyensúlyba kellett valahogy hozni a biztonságot adó, elérhető vezetőt azzal, aki mer lépni bizonyos helyzetekbe, és mer kilépni a keretrendszerből. Nálunk ez egy éjszaka alatt dőlt el egyébként, tőle megkérdezte a főnököm, az akkori vezérigazgató, hogy hát szerinted mi lenne a jó megoldás? Hát azt, hogy zárjuk be az irodát. Egy éjszaka alatt bezártuk, de hogy rengeteg bizonytalanságot kellett ezzel, hogyan teszünk át közel 1000 embert mondjuk ebbe az online működésben, és hogy nem lehetett tudni akkor még, hogy ez jó megoldás vagy nem. De ugyanígy egy nagyon nagy dilemma szerintem most a visszatéréskor, hogy hogyan lépünk vissza, és hogy végig ez a folyamat alatt nincsenek jó megoldások, bevett, standardizálható jó megoldások, hanem valahogy azt szoktam mondani, hogy olyan igaz megoldásokat kell találni, ami úgy
úgy valahogy belülről intuitíven igaznak bizonyos, és aztán az élet eldönti, hogy jól döntöttünk-e vagy nem. Hogy ti ezzel hogyan küzdök meg ezzel a fajta vezetői bizonytalansággal? És hogy egyáltalán mondjuk egy krízis esetén ugyanazok a jelenségek működnek-e, amiket ugye már a szociálpszichológia évtizedek óta vizsgál, ugye, hogy hogyan reagálunk társas helyzetben, hogy vajon egy krízisben ugyanazok a törvényszerűségek működnek? Tehát, hogy vezetőként tudok erre drillezni, hogy jól működjek, és ne hassanak rám annyira ezek a különböző jelenségek? Hát ez megint csak nagyon attól függ, mert amit az Zoltán mondott, hogy ők eleve egy olyan kontextusban dolgoznak, ahol kiszámíthatatlanok a dolgok, ahol folyamatosan olyan helyzetek adódnak, amiket nem tudnak kontrollálni, mert az időjárást azt nem lehet kontroll alá vonni. Tehát, hogy egy erős bizonytalan közegben kell dolgozni, és egy erős bizonytalan közegben kell mindig megfelelő módon lépni. Vannak, és ahogy Zoltán azt mondta, tehát van, aki ezt bírja, van, aki ezt nem bírja, de hogy vannak ilyen területek, ilyen foglalkozások, például egy broker, vagy mondjuk, tehát olyan foglalkozások, ahol nagyon magas rizikókat kell vállalni, nagyon kiszámíthatatlan közegben, ugye? Ha valaki ebben él, akkor nyilván neki ebben a helyzetben könnyebb, még ha ez adódik egy plusz kiszámíthatatlanság. Ha valaki egy olyan térben dolgozik, ahol azért előre látja a piacot, tud valamennyire hosszabb távon tud tervezni, nagyjából kiszámítható, hogy ez a produktumnak ennyi lesz az élete, aztán fontos közben innoválni és valami úgy. Tehát, hogy egy kiszámítható közegben dolgozik, és hirtelen jön valami, amit az ő kontrollja alól totál kikerült, mert egy ilyen járvány az egy ilyen helyzet, és teljesen át kell strukturálni mindent, ott nyilvánvalóan egy sokkal nehezebb helyzettel állunk szemben. És hogy ez kiben növeli meg extra módon a szorongást, és hogyha ez megnöveli extra módon a szorongást, akkor nem tud ugye hatékonyan gondolkodni, az egy kérdés, hát persze általában nem egy ember dönt, szerencsére közösségek döntenek még akkor is, hogyha van csúcsvezető, az is ugye megbeszéli azért a dolgokat a vezetőtársaival, és ebben az értelemben, ebben is ott van a csoport ereje, mert lehet, hogy az egyikben az egekbe szökik a szorongás, és nem funkcionál olyan jól, mint egy normál kiszámítható közegben, ahol kitűnő, de lehet, hogy ott van mellette egy másik, aki viszont ebben a helyzetben ezt át tudja venni, és tudja ezt az egészet moderálni. Most visszarendeződés lesz, vagy új világ indul, és hibridben működünk, bizalom vagy bizalmatlanság. Szóval, hogy még a világok harcában milyen irányban haladunk? Ti ezt hogy látjátok? Szerintem generáció kérdése is. Én legalábbis így házon belül azt látom, hogy a 25 évesek teljesen máshogy működnek, és nagyon igénybe veszik a hibrid működést, hogy igenis neki lehessen ideje elmenni napközbe futni, de ő csak mondjuk este 8-ra adja le a munkát, és van a másik generáció, aki akár már nagymama, hogy ő nagyon szeretne bejönni, mert ő akkor látja így egészben a munkáját, a munkakörét, a fizikális kapcsolat nagyon hiányzott neki, ő szeretne visszajönni a kollégákhoz. Hát én generációra is bontanám ezt a bizalmatlanságot, és sajnos sokszínűen kell ezzel dolgozni, vagy megfelelni nekik. Tehát szerinted megmarad mind a kettő? Megmarad mind a kettő. Oké. Okay. Zoli? Én azt gondolom, nálunk az lesz, hogy egy-két nap home office, de többet lesznek benne az irodában, ez az én élményem. És hát ez is egy nehéz vezetői döntés, hogyha valaki szeret ott bent lenni, akkor most én akadályozzam meg, tehát én nem várom el tőle, de az ugyanolyan nem korrekt, hogyha azt mondom, hogy ő valami jól érzi magát ebbe a közösségbe, és lehet, hogy mi vagyunk az ő igazi közösség, ahol szeret tartozni, szeret bejárni, akkor én azt mondom, hogy 5 óra után lekapcsolom a laptopját, és haza kell mennie, azzal nem vagyok előrébb. Tehát, hogy én nagyon az egyéni sorsokban hiszek, hogy tudjuk az egyéni sorsokat és a cég életét összhangba hozni, és az egyéni sorsok változnak, majd férhez megy, lesz barátja, akkor mást akar, de akkor meg majd azt kell kezelni, és hogy ezt a rugalmasságot meg tudjuk-e tartani, hogy a te életedhez folyamatosan alkalmazkodik a cég, és 200 élethez kell alkalmazkodnia, de úgy, hogy közben legyenek standardek, meg mégis legyen valami kimondott irány,
én szerintem ezt meg lehet csinálni. A bevezetőben szóba került az, hogy együttműködünk, versengünk, vagy szabályt követünk, vagy kiskapukat keresünk. És valahogy szerintem létezik egy ilyen sztereotípia magyarokról, hogy mindig a kiskapukat keresik, és mindig meg akarják okosban oldani a dolgokat, de hogy valójában most ez a Covid, ez miről szólt, hogy szerintetek az emberek megtanulták azt, hogy a szabálykövetés az valahol a túlélés kérdése is lehet, hogy betartom, mert most nagy a tét, vagy hogy most is igazából azt bizonyítottuk, hogy igen, tudunk együttműködni, de azért a kiskapuk keresése az mindig ott van egyfajta lehetőségként. Hát a nemzetközi összehasonlításokban mi nagyon erősen lazák voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon kevés a társadalomban a konszenzuson alapuló norma, tehát amit tulajdonképpen az állampolgároknak egy nagyon jelentős része egyetért, hogy be kell tartani, hanem különböző normák vannak különböző csoportokra, az egyik. A másik az, hogy a szabályokat, azokat nem tartjuk annyira be, tehát valóban a nemzetközi összehasonlítások szerint valóban igaz ez a kiskapu keresés, vagy a szabályoknak való nem megfelelés, vagy adott esetben a csalás, vagy adott esetben a dolgok kijátszása, tehát ez nagyon ott van. És valóban egy olyan fajta lazaság is, ami általánosabb életvitel jellegű dolog a pontossággal kapcsolatban, tehát azért mi nem vagyunk annyira kötötten pontosak. De egyébként ez kiderült összehasonlításban, hogy ahhoz kötött vagy lazább a társadalom, ott a fertőzés ráta hogy alakult például, vagy hogy hogyan abszolút, tehát volt egy nagy kutatásunk, amiben néztünk ilyen makromutatókat hosszú távon, és azok a társadalmak, ahol sok a természeti katasztrófa, például a földrengés, ugye, vagy hatalmas árvizek, vagy sok volt a járvány a történelem során, azok kötöttebb társadalmak, ugyanis a normáink és a viselkedés szabályink azért jó részt adaptívak is, tehát az adott kontextusban kell, hogy működjenek, mert ezért vannak, hogy az életünket úgy szabályozzák, hogy a lehető legjobban meg tudjunk felelni a kihívásoknak. És ha veszély van, akkor ott kötötten kell viselkedni. Tehát ugye a japánokat 3 éves koruktól tanítják arra, hogy egy földrengésnél konkrétan abban az óvodás teremben te Pistike, hova bújsz az asztal alá, és azt meg kell csinálni, és azt meg kell csinálni 2 hetente. És ott nincs mese, mert akkor élsz leginkább túl, ha Pistike az alá az asztal alá bújsz, és azonnal, amikor megszólal a jelzés, hogy földrengés van. Tehát nincs appelláta, mert az életedbe kerülhet. Tehát, hogyha egy ilyenfajta helyzetben növekednek fel emberek, akkor kötöttek lesznek. A Katrina, ami Amerikában történt, ami ehhez képest egy laza társadalom, amikor ott azt mondták, hogy evakuálni kell, akkor egy csomóan otthon maradtak, és mondták, hogy köszönjük szépen, ők nem mennek sehova. Aztán a háztetejükről az utolsó pillanatban mentették ki őket, vagy éppen odahaltak, mert nem voltak dresszírozva arra, mert hogy amikor az ilyen helyzet van ott, akkor be kell tartani a szabályokat, mert azzal élsz túl. Ugye? Tehát, hogy... Hát figyelj, most eszembe jut erről a Sándor Tamás dandártábornok, ő azt mondta, hogy magyar katonákat azért szeretik a világon, mert hogy hihetetlen a kreativitásuk nagyon jó, tehát a különleges helyzetekben nagyon jó feltalálják magukat. Ez ennek, és az izgalmas kérdés, hogy a szabályrendszeren belül hogy tudsz egyéni döntéseket hozni. Uh-huh. Ez a vezetés. Egyébként a mi vezetőnk feladat is szerintem ez, hogy te meghozod a saját szabályodat, de azon belül, hogy tudod olyan hirtelen helyzetekben, hogy tudja az ember magát feltalálni annak a szabályrendszer mentén, amikor nem lehet előre látni pontosan, mi fog történni. Na most mit találtunk, hogy az optimális az, hogyha nem százasan szabálykövető, hanem van tér pontosan erre a kreativitásra. Igen. Könyvelő legyen szabálykövető mondjuk, ott ne legyen nagy kreatív. Világos, de mondjuk, hogyha egy olyan helyzet adódik, akkor lehet, hogy neki lehetnek új javaslatai megoldásokra, stb. Tehát, hogy nyilván ami belefér a törvényes keretekbe, de hogy tehát a görbe, ugye van ilyen haranggörbe, ugye, és a legkötöttebb, meg a leglazább azok a legkevésbé adaptívak bizonyos értelemben, mert az adaptivitáshoz kell ez a rugalmasság is. Igen. És tulajdonképpen ez találtuk, mert ugye mindenféle statisztikákkal együtt néztük ezeket. Igen.
Szóval... Én érdekes, az iskolában még egy nagyon erősen kötött struktúrában működünk, ahol rengeteg szabályt kényszerítenek ránk, és ez nem változott, és ehhez képest mire felnövünk, meg erősen lazák és szabálykijátszók leszünk. Aha. Vagy van összefüggés a kettő között? Abszolút van, mert hogy ez nagyon érdekes volt, gyorsan elmondom, amikor én Japánba mentem, akkor ott egy amerikai professzorral beszélgettem, és akkor mesélt a diákokról, és mondtam, hogy hát igen, mert a japán diákok azok ilyen engedelmesek. Tehát ilyen autoritás kontra az alárendeltben gondoltam ezt, és ő erre azt mondta, hogy nem, együttműködőek. És amikor én hazajöttem Japánból, azonnal észrevettem, hogy a diákok engem autoritásnak néznek, és lázadnak. Tehát, hogy is fogalmazzam, csak nem együttműködnek. Tehát nem arról van szó, hogy mi azért vagyunk itt, mert minden, én tanítani akarok, és ők tanulni akarnak, tehát nekünk közös a célunk. Tehát, hogy nekünk együttműködnünk kell egymással, hanem azt tanulják meg, hogy van itt egy autoritás, és az ellen lázadni kell. És ezt viszik tovább tulajdonképpen. És hogyha valaki nem is viselkedik százasan autoritásként, az vetül rá, hogy ő az. És hogy csinál az ember ebből egy olyan együttműködő viszony, amiben a partnerséget nem gyengeségnek tekintik, vagy nem annak gondolják, hogy akkor viszont már hellózni lehet, és bármit lehet csinálni az emberrel, mert nem tanulják meg az egyenrangúságot, hanem vagy te vagy felül, vagy akkor én növök a te fejedre, ugye? És ebben az értelemben ez a gyengeségnek, vagy a megmutatása, ez is egy balansz, egy egyensúly kell, hogy legyen, mert abban a pillanatban elkapják az embert, hogyha viszont túl gyengének mutatkozik. Igen, ez olyan érdekes volt, hogy te ugye többször beszéltél erről, hogy nem akarsz rákos cégvezető létben benne ragadni, hogy így titulálnak téged. Ugyanakkor nagyon fontos a nyílt kommunikáció, de hogy nem volt benned semmi félelem, hogy neked például ezt a gyengeség jelének veszik, vagy megpucsolnak, ugye, mert hogy azt gondolom, hogy Magyarországon még mindig van egy ilyen hierarchikus szemlélet, hogy a hierarchia élén álló embernek kősziklának kell lenni, és nem kimutatni a sebezhetőségét, mert akkor lehet, hogy akkor őt már gyengének tartják, és megpróbálják helyettesíteni. De közben hogyan tudnánk kapcsolódni egy sziklához, egy kősziklához, hiszen az érzelmeken keresztül tudunk kapcsolódni, és hogy ha én elmondom azt, hogy én vezetőként mitől félek adott esetben, akkor szerintem pont az az erő, bátorság jele, hogy én nem félek beszélni a gyengeségeimről, és akkor én jobban el tudom mondani alkalmazottként is adott esetben, hogy hú, de jó, akkor ő sem tökéletes és rettenthetetlen, én is tudok kapcsolódni, visszajelzést adni, stb. De hát hogy ez az mennyire tudatosan volt? A gyengeségeim vannak, az nem azt jelenti, hogy gyenge vagyok. Világos. Én erős vagyok, csak van rákom. Világos. Tehát a kettő az nem függ így össze. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, hogy én azzal is példát akartam mutatni, hogy ott a cégnél egyébként pont tavaly eltemettünk egy kollégát hasonló problémával, tehát hogy van több ember, aki azért 250 fős közösségben van sok minden. És én azt tűztem ki célomul, hogy én ezzel is példát akarok mutatni, hogy van egy ilyen helyzet, akkor ezt én hogy oldom, mert sok mindent más megoldottam szakmailag, most megmutatom, hogy ezt hogy lehet vinni, és nem az van, hogy ha vége a kezelésnek, akkor elindul az élet, hanem ez az élet része, hogy kezelnek. Tehát most is pénteken jöttem ki a kórházból. Tehát ez egy folyamatos történet, és ezzel gondolom, hogy erőt tudok adni azoknak, akik hasonlóba keveredtek. És elindított is egy új flót, nem? Ez a meg lehet ezt csinálni. És egyébként még az előzőre egy utolsó mondat, nem akartam belé folytani a szót, de José Mourinho-ról van egy zseniális kis film a Netflixen. És ő mondta azt, hogy you can't win big things with good guys. És akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy mit jelent. És tulajdonképpen azt mondja, hogy Ronaldókkal együtt dolgozni, ez egyik se szabálykövető. Mind keresgeti a határokat, és pont az izgalmas nálam is a menedzsmentben, én az ilyen nem szabálykövető embereket keresgetem, de utána közösen tartsuk be a közösen kialakított szabályrendszerünket. És egy kicsit időnként eltér, akkor néha fejre koppítunk, néha megdicsérjük, hogy tök jó, hogy nem tartottad be, mert így lett jó. Tehát ez egy állandó ilyen finom hangolási folyamat, de ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy a szabálykövetés, vagy a szabály nem követés, a nem szabálykövető emberek sokkal izgalmasabb dolgokat hoznak létre.
Szerintem. Nem tudom, hogy tudományosan igazolt-e. De van veszélye is. De van veszélye. Hát az a kockázatos így van, menet. Így van, így van. Az a kockázatos menet, abból ez is kijöhet, meg az is. A versengés egyedül csinálni, nem egyedül csinálni, hogy még a mondásaink is ilyen kicsit félrevezetőek. Nálunk elindult egy narratíva erről, mi farkas falkának hívjuk magunkat. Azt mondjuk, hogy a csapat, hogy egy csapat az a farkas falka, és hogy van az a mondásunk, hogy magányos, hogy a magányos farkas, és ezt néha olyan elismerően mondjuk, hogy hát ő egy magányos farkas, jól végzi a munkáját, olyan magányos farkas. És elkezdtünk arról beszélgetni, hogy a magányos farkas a természetben elpusztul. Tehát az vagy egy bukott vezető, vagy egy beteg farkas, vagy valamiért kitagadta a falka, de hogy a magányos farkas nem képes egyedül túlélni a természetben, a túléléshez, a sikerhez, az előrejutáshoz együttműködés kell, és közösségek kellenek, és összetartás szükséges, miközben egyébként ők is rivalizálnak egymással, és versengenek akár, de mégiscsak kell ez az alapvető együttműködés. Engem igaz nagyon-nagyon érdekel, és nem hagynálak titeket elmenni anélkül, hogy hogyan oldottátok meg azt a dilemmát, hogy hogy lehet a közösségeket egyben tartani, egy ilyen szétszakadt és kapcsolódásban, hát minimum, nem tudom, deficites vagy nehéz időszakban. Én azt gondolom, hogy én csoportokra bontottam, mert egy 25 éves kollégának nem ugyanaz volt a problémája, vagy kételje, vagy bármi más, mint egy 50 éves kolléganőnek. Van, aki ugye a fiatal, aki egyedül élt, vidéki, nem mehetett haza a szüleihez, velük hogy oldjuk meg, milyen coachot hozzunk oda, vagy az, aki éppen mondjuk egy 50 éves hölgy, aki pont azon a korosztályon van, hogy akkor mi is lesz vele. Úgyhogy ezek, én azt gondolom, hogy ahogy előbb is említettek, a finom hangolás rettentő fontos, viszont a nap végén egy összességet kell, vagy egy egységet kell, hogy képviseljünk, ami nagy százalékban a vezető felelőssége, hogy úgy találja meg a hangot az emberekkel. És én még itt szerencsés vagyok, mert ugye közel csak 70 emberről beszélünk, de azért az is egy megterhelő, és nagyon sokszor jön pszichológus, coach és HR-es szakember, vélemény, külső szem, hogy lássuk, hogy felmérjük akár a problémákat, a hierarchiát, hogy ki hol helyezkedik el, vagy hogy mit szeretne. Hát akkor most elővenném a kis dobozomat, amit kaptam. Ezt egyszer egy kollégám jött, és ezt küldték nekem a dolgozók, azon rajta lélekerőleves, és az érdekes, nem, hogy én milyen jó fej vagyok, hanem, hogy miket írogattak nekem, hogy az volt a kérés, hogy írják össze, hogy mit szeretnek bennem. És otthon vagyok, ugyanébb nem tudok bemenni, mert jöttem a kezelésről, és szeretem, hogy mindig pozitív vagy, a kreativitásod, erőd, a kitartásod, mert mindig mosolyogsz, jó ember vagy, jó szándékú ember, becsületes, figyelmes, segítő, és ez azért akartam nektek megmutatni, hogy mi az, amire a dolgozók vágynak. Tehát mindenféle kutatás nélkül nem kell dolgozói kutatást végezni, mit szeretnek a dolgozók, mert nagyjából ez a kis doboz megmutatja. És ehhez nem kell diploma, semmi nem, ez egy normál emberi hozzáállás kell, az embertisztelet. És ha te azt meg tudod tenni, tehát egymagam egy 250 fős cégnél ezt nem lehet átvinni, csak úgy, ha az én emberek ilyenek, az ő embere ilyenek, és a legalsó szintig, a dolgozók csoportvezetői szintig meg átmegy az a szemlélet. És akkor nálunk ez az alapérték, az embertisztelet, és akkor mutatnék még egyet, hogyha ezt a kamera meg tudja mutatni. Ez egy Kaizen intézetnek egy ilyen kis példája, hogy így néz ki, ez egy homokóra, ami az lehet látni, hogy felfele megy. Tehát régen nagyon kreatív, hogy nem lefele folyik, hanem felfele folyik, de a lényeg az, hogy az erő alul van. És azt a háromszöget, hogy fönt a főnök, alatt a menedzsment, alatt a középvezetők, alatt a másik vezetők, ezt meg kell fordítani, és mindenkinek az a dolga, hogy a alsó szintű, a csomagológépes, a komissziós, stb. Az ő munkát hogy tudjuk támogatni. És szerintem ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy ezt, és ez könnyen el tud csúszni egy nagyobb cégbe, hogy kialakulnak a fehér gallérosok, és a kék gallérosoknak más az igényük. Szerintem ugyanaz a kék galléros igénye, mint a fehér galléros igénye. Szeretne megélni a fizetéséből, szeretne jó közösséghez tartozni, és szeretne fejlődni. És ez nagyon benézte nagyon sok cég szerintem, amikor volt bőven munkaerő, tehát kint álltak az utcán az emberek, hogy szeretnek jönni dolgozni, nem tűnik fel, hogy nekik ugyanazok az igényeik vannak. És amikor munkaerőhiány volt, és szerintem nagyon sokat segített a cégeknek, hogy felismerjék, hogy más típusú vezetés, sokkal emberségesebb vezetés kell. Tehát, hogy nekem ez a, hogy tudunk másképp vezetni, ha ez a szemlélet megvan, az embertisztelete megvan, akkor minden elkezd működni.
Hát nagyon sok minden elhangzott, azt hiszem itt a vezetés és az együttműködés szempontjából. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Nagyon sok érdekes gondolat elhangzott arról, hogy például egy vezetőnek mennyire fontos kreatívnak lennie, elhangzott a bizalom kérdése, elhangzott, hogy a sebezhetőség felvállalása milyen plusz dimenziókat tud adni, és az, hogyha néha ki tudunk lépni a keretekből, az is milyen új perspektívába tudja helyezni mondjuk egy egész közösségnek az életét, úgyhogy én nagyon örülök, hogy minden ilyen fontos témát ma tudtunk érinteni, talán egy picit magunkra is külső szemmel tudtunk nézni, hogy mennyire tudunk együttműködni, vagy mennyire keresünk, és miért keresünk a kiskapukat ebben a helyzetben. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm neked is, hogy megosztottál ilyen megéléseket. Nem tudom, hogy neked mi volt így a legfontosabb tanulság ebből, vagy mi az, ami te most hazaviszel ebből a beszélgetésből. Én biztosan hazaviszem, és szeretném kihangosítani azt a mondatot, amit Zoli mondott többször a mai nap folyamán, az emberek tisztelete. Tehát, hogyha tisztelettel közelítünk, akkor utána tiszteletet kapunk, és ez a partnerség fogja a bizalmat építeni és a közösségeinket építeni. Én örülnék, hogyha ezt a COVID után tovább tudnánk vinni, emberarcú szervezeteket építenénk a jövőben. Hát köszönjük szépen akkor, köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és sziasztok. Nektek is köszönjük. Köszönjük. Sziasztok.